Egy csésze szerelem. 301, 302, 303, 304. Ó! Oh, ah! Bocsi! Ne várj! Ó! Oh, ó! Oh, ne! Ó! Ah! Oh. Jól vagy? Elnézést! Igen, minden rendben. Ó, oh, Istenem! Elnézést! Egy kis csendet kérek. Mindjárt kihirdetjük az év ízét. Figyelem, ez itt egy előre rögzített üzenet a South Fesztiválról. Mint azt mindannyian tudják, semmi sem ösztönzi úgy az alkotó kedvet, mint a vállalkozások és a zene találkozása. Hatalmas siker volt a... Hatalmas... A fenébe! Idióták! Nyissák át, a rohadt ajtót! Az étel és a tudomány fúziója mindig is megihletett. Ezért lett a Star Cream a világ legnagyobb kávé és funk forgalmazója. Mint mindenki tudja, minden évben megjelenünk egy új ízzel a pezsgőstöktől a zöld teás mokkafánkig. És ma büszkén jelentem be a legújabb ízcsodánkat. A Fahéja Kate, Zoe Walker fahéja süti ízű mokkacsínóját. Ez nagy megtiszteltetés, nem is álmodtam volna, hogy sikerülhet. De a laborban töltött hosszú órák és kiterjedt piackutatás alapján bizton állíthatom, hogy a felmérések szerint garantáltan ez lesz a legnépszerűbb ízesítésünk. Köszi. Rendben, mindenki vissza a munkához. Nagyon köszönöm, Mr. Gubbs. Jól van, ennyik. Ezen a fesztiválon azt is megtudtam, hogy milyen fontos a fiataloknak a történet az étel mögött. A farm, ahol a kelkáposzta nő. A portlandi közösség, ahol a chia maglekvár készül. Érti, hogy miről beszélek? Ha? Ó, igen. Értem. A fahéjaké története az, hogy egy laborban készült egy fókuszcsoport igényei alapján. Pontosan, és ezért fog megbukni. Nézze. Tudom, hogy milyen nehéz, amióta Carl elment. Egek, mekkora zseni volt. A lopásban. De a tavalyi répatortás latte kudarca után. Menjenek dolgozni! Munkám! A Star Cream nem élne túl egy újabb bukást. Ne aggódjon. Ez minden korosztálynál sikeres lesz. De nem fagyasztva szárított kávéból. Nem. Valódi kávébab kell nekünk. Egy valódi farmról. Legyen természetes. Legyen kézzel született. De ez nem jóval drága. Terítse fel a raktárakat Medellinben. Találjon egy olyan céget, amelyik hisz a termékében. Valami izgalmasat. Valódit. Valamit. Nézzen rám. Valamit, aminek története van. Már elnézést, el akar küldeni Kolumbiába? Ha sikerül lenyűgöznie, megkapja a saját laborját. De most mennem kell. Nem. Bár csak elég lenne a laborköpenyem. Miért is ne? Útlevél. Most én jövök, te szemét. Medellín, Kolumbia. A családom már nagyon régóta itt él Kolumbiában. És személyesen garantálhatom a Star Creamnek a legalacsonyabb itteni árakat. Köszönöm, de van ennek a helynek valamilyen története? Vagy a kávénak? Mi nem csak helyi kávét vásárolunk. A cégünk inkább egy raktárállomás. Mindenhonnan veszünk kávét. Perúból, Brazíliából, Venezuelából.
Peru. De arrafelé jelentősek a környezeti károk. Így tudtunk megfelelni az olyan cégek igényeinek, mint a Star Cream. Mindenki jól jár. Parancsoljon a kért minták. Köszönöm. Értek. Mi ez itt? Csak nem penész? Biztosíthatom, hogy a mi kávébabjaink olyan ízűek, mint az ismert üzletláncok márkái. Ha megengedi, főztünk önnek egy kávét. Köszönöm. Tessék. Az aroma minősége... vegyszeres. És mi ez az illat? A csodás kávénk illata lehet. Nem, ez kintről jön. Köszönöm, majd jelentkezem. Várjon, még meg sem kóstoltam. Nem szükséges. Szinte érzem az ízét. Legmámorítóbb illat, amit éreztem. Megjósoljam a jövőjét? Persze. Régi török hagyomány. Azt hittem, Kolumbiában vagyunk. Kávé mindenütt van, kedvesem. Ah. Oh. Csak a csésze egyik oldaláról igyon. Azt hiszem, most le kell ülnem. Ez fantasztikus. Nem, egyenesen túlvilági. Kívánjon valamit. Egy saját labort. Ó, egek. Egy nagyon-nagyon hosszú útra indul. Hadd találjam ki. Vissza Amerikába? Teljesül a kívánságom. Ha elárulja, hol kapható ez a kávé, tényleg teljesül a kívánságom. Jó, de ez hosszú történet. Tökéletes. Mélyen a dzsungelben, ahol a kolibrik énekelnek és a jaguárok alszanak, van egy hely. Csak ott találhatja meg ezeket az értékes szemeket. Sokan jöttek már, hogy megszerezzék a fekete aranyat, de mindent elutasították. Még mindig a kávéról beszélünk, igen, igaz? A legjobb kávéról. Organikus, természetes. A farmról egyből a csészébe. A farmról a csészébe? Gabs imádni fogja. De a farm bajban van. Bal szerencse sújtja. És halál. És a magány. Én segíthetek. A cégem segíthet. Csodás kávé és egy csodás történet. De ki? És merre? Cabra bailadora catetal. A táncoló kecske kávé ültetvény. San Vicente szívében. San Vicente. Keresse meg Diego Valdez. Diego Valdez. Csak egy busz megy San Vicente-be? Uno autobusz San Vicente? Sí, igen. Ah, értem. Vigyázzon! Ah.
Gyerünk már, Gabs, vegye fel! Remélem, jó tojó lesz. Vegye fel! Jó napot, itt Zoe Walker. Meg kell hosszabbítanom az utamat, de... Kukoricát is vettél neki? Hát persze. Tudtam, csak átlás, szegény. San Vicente? Sí, San Vicente. Jó van. Menjünk. Haó! Van itt valaki? Akárki? Haó, kérem, elnézést! Érti, amit mondok? Entiende? Sí. Elfelejtettem, hogy milyen korán zárnak itt a boltok. Még nem jártam itt. Nem tudja, merre van a táncoló kecske? Az egy kávéültetvény. Ők termesztik a legjobb kávét, amit valaha ittam. Kávét vásárolok a Star Creamnek. A Star Cream? Igen. Nem fog örülni neki, de oda kellene felmennie. Na ne, ugye csak tréfál velem. Oda föl! És előbb még át kell kelnie a folyón. Folyón? Oh. Ne aggódjon, nincsenek pirányák. Ilyenkor... Elnézést, de biztonságos a híd? Hát, nagyjából. Úgy, ahogy. Jöjjön. Hegek, ez mozog! Mert egy híd! Kerülj, Zoe! Ne! Ne légy nevetséges! Hú, jól van! Mi? Gyerünk! Gyerünk! Halló, Mr. Gabs? Hello, hello, Zoe! Nyugalom! Ne! Egy pillanat, Mr. Gabs! Már is ott vagyok! Halló, Zoe? Nem igaz! Ott van lent! Zoe, halló! Épp az fonyolatod? Maradjon! Ez az! Jól van! Maradjon! Halló, Zoe! Ne! Gyere ide! Igen, maga kérdek! De gyere ide! Nem hiszem el! Ne! Zoe! Igen! Majd lesz saját laborom, kifejlesztem a vizet. A vizet már feltalálták. És a saját laboromban lesz
légkondicionálás. A táncoló kecske. Megérkeztünk. A táncoló kecske? Igen. Oh. És köszönöm. Akkor vegyünk egy kis kávét. Ahó! Ahó! Van itt valaki? Nem! Oh, ez durva. Szállás a városban van. Oh, hello. Épp most értem ide. Vagy úgy. Jól van, itt aludhat ma a pajtában. De a legutóbbi koldus el akart lopni a szamarunkat, úgyhogy ne is próbálkozzon. Higgy el, látni se akarok több szamar... nem vagyok hajléktalan. Azért jöttem, hogy beszéljek Diego Valdezzel. Hát, persze. És mit akar Diego Valdeztől? Elnézést. Általában nem így nézek ki, és... nem árasztok ilyen bűzt sem. Zoe Walker vagyok. Kávébeszerző a Star Cream-től. Amatia! Gyere, Juanita! Maga? Hogy került ide előttem? Én korábban indultam. Repülővel jöttem. Azt mondta, egy hosszú út vár rám. A jóslatban szerepelt a hosszú út. Tia! Hogy hívhattad ide ezt az amerikai libát az ültetvényemre? Ne légy ilyen goromba, Diego! Várjunk! Maga Diego Valdez? Igen. Hadd találjam ki. A nénikém valamiféle mesével letette egy mágikus ültetvényről. Általában azt gondolnám, hogy átvertek, de... én megkóstoltam a kávéját. És az egy valóságos csoda. Tehát ide jöttem. Inkább porig égetném ezt az egész kávéültetvényt, mint hogy adjak magának. Az unokaöcsém kicsit túlfűtött. Istenem, mire vállalkoztam? Emlékezzem, a kívánsága teljesülni fog. Merre van a pajta? Ajánlhatok egy szobát, ami sokkal kényelmesebb. Nagyon köszönöm, hogy ma itt alhatok. Elnézést kérek Diego miatt. Nem szereti a változásokat, de a régi utak nem vezetnek új helyekre. Ez Diego és a kis húga? Bár hasonlítanak egymásra, de ez Olivia. Itt nőtt fel a szomszéd farmon. Diego menyasszonya volt, de ez már a múlté. Sajnálom. Előfordul az ilyesmi. Nézze, én meg akarom ismertetni a kávéjukat a világgal, de Diego elég konoknak tűnik. Túl rámenős voltam. Nem hoztam a legjobb formámat. Holnap új nap virrad. Hagyom lepihenni. Akar esetleg zuhanyozni? De mennyire. Köszönöm. Szívesen. Star Cream. Ha! Inkább csak Star Lötty. És azok a szörnyűségek, amiket kínálnak. Mit szólna egy hot dog lattéhoz? Ha ez remekül hangzik, ugye? Vagy egy gofris macchiatót? Te jó ég! Akkor miért nem inkább már rögtön ízesített iszap? Tia. Kérlek, ez a kedves lány egészen idáig jött, hogy vásároljon tőled. Te pedig elküldöd. Kérlek. Kedves lány? Tia, ki tudja, hogy milyen szemetet akar csinálni a kávémból? Szemetet? Az egyetlen szemétség az, amit te itt összehordasz. Nagyot csalódtam benne, Diego. Remek gazdálkodó vagy.
De csapnivaló vállalkozó. Állandóan azon dühöngsz, hogy az emberek manapság nem értik meg a kávé szépségét. Itt a nagy lehetőség. Mutasd meg nekik. Ez az utolsó évünk, Diego. Tudom, hogy te is tudod. De nem kell így lennie, ha megkötöd ezt az üzletet. Ez a lány, Zoe, itt van. És ő segíthet rajtunk. Hm? Te nyakas szamár. Kopogni nem tud? Azért jött, hogy kiküldjön a pajtába? Nem. Gondoltam, hogy esetleg éhes. Ez egy sancocho de gallina. Csirkeleves gyökérzöldségekkel a néni kén specialitása. Rendben. Köszönöm. Kérem. És ezen kívül... szeretnék üzletet kötni. Nézze, nagyon nehéz időszakban keresek meg. Eladom a kávémat a Star Creamnek, de nem ízesíthetik semmiféle förtelemmel. Önmagában kell árulniuk. Tudja, nem minden ízesítés rossz. Ha csak a vaníliát ismernénk, kimaradna a csokoládé öröme. Vagy ott a Rocky Road. Nem szívesen élnék egy Rocky Road. Ájj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 j
dolgon, hogy Rocky Roadot csináljon, hanem azért, hogy kávét készítsen. Tiszta, hamisítatlan kávét. És csak így vagyok hajlandó eladni. Rendben, jól van. Tényleg nagyra értékeljük a kávéját. És megtisztelő, ha a Star Cream forgalmazhatja. Nincs ízesítés. Megtisztelő a Star Creamnek, mert tényleg értékelik a kávémat. Mm-hmm, értékeli, nagyra becsüli, imádja, akár holnap itt vannak a kamionok. Még nem zártuk le a végső szüretet. És még hátra van a pörgés. Ne aggódjon emiatt, elintézzük mi magunk. Ez a legfontosabb mozzanat. Oh. Tudja mit? Bebizonyíthatja, hogy a Star Cream valóban nagyra becsüli, értékeli, imádja a kávémat. Ha részt vesz a szüreten, velem. Tudnom kell, hogy a kávém annak a kezébe kerül-e, aki érti, hogy a kávé nem csak egy szimpla ital, hanem maga az élet. Hm? Reggeltől estig dolgoznia kell. Az izzadsága is a vére fogja áztatni a földet. A vérem! Bele fogsz szeretni a kávé szemekbe. Rendben, de mennyi ideig tart ez a szerelem? Egy életen át. De valójában csak néhány napig. Szóval hívhatja a kamionjait, ha elkészül a tökéletes pörköléssel. Még meggondolom. Remek. Gondolja csak meg. De ha benne van, holnap reggel kezdünk. 6 órakor. Jó reggelt! Szóval, megállapodtunk? Megállapodtunk. Tökéletes lesz a pörkölés, ha addig élek is. Fenségesnek tűnik, köszönöm. Szívesen. Ó, Istenkém! Érzek benne banánt, epret és mangót. Sok benne a gyümölcshús, és szorbetszerű az állaga. Mindig így beszélget. És mi ez a legízesebb gyümölcs? Csiribolyá! Igen, az. Csiribolyának hívják. Mark Twain, majd én. Mark Twain szerint
A legfinomabb gyümölcs, amit az ember kóstolt. De szerintem a legfinomabb gyümölcs, amit egy szamár kóstolt. Bemutatkozom, a nevem Jorge, de itt mindenki csak Katurának hív. És ez itt Peabody. Üdv, Zoe vagyok. Tessék? Zoe. Zombi? Miféle név ez? Állapodjunk meg valamiben. Szólítson Katurának, én pedig Pello Locónak szólítom magát. Rendben? Jó, ez kedvesen hangzik. Azt jelenti, borzas hajú. Ó. Oh. Nagyon helyes fiú. Nem, nem. Peabody... Peabody egy lány. Ó, elnézést kérek. Mit szólnál egy kis csirimójához, Peabody? Gyerünk, ez az. Oh, igen, szereti. Jó kis lány. Azt hiszem, ennyi elég. Reggelizzem. Tehát, ahogy itt áll a földön, éreznie kell a növényből áradó energiát. Kezdhetünk? Jól van. Szedje le ezt az egész sort. Csak a piros bogyókat. És holnap megint leszüreteli az egész sort. Micsoda? Miért? Hiszen... A halványak holnapra érnek be. Sajnálom, ez nem egy instant keverék. A minőséghez idő kell. De mennyire? Ah, maga a lány a városból. És maga a kávéfelvásárló. Látom, itt töltötte az éjszakát. Ebből baj lesz. Még mindig megvan az összvéred? Ne nevezd összvérnek. Mit keresel itt, Olivia? Épp most jöttem vissza. Gondoltam, beszélhetnénk. De én... Nem érek rá. Be kell tanítanom az új munkásomat. Épp kezdenénk szüretelni. Én már megyek is. Telefonálnom kell. Beszélgessenek csak. Hé, nem kell megmutatnia a telefont. Magamtól is megtalálom. Minden rendben. Azt hiszi, megjelenhet itt évek után csak úgy... Ki ez a kis pufók fiú? Mi? Tessék? Ah, ez Jorge. Az nem létezik. Akkor már igencsak jó ideje ismerik egymást. A szüleim nevelték fel. És a kedvencéről is gondoskodtak, Peaburyről. Értem. Fantasztikusak a szülei. Csak voltak. Jól van, igyekezz. Rengeteg munka vár ránk. Diego! Igen? Remélem az itt létem nem bonyolítja a viszonyát Oliviával. Ó, az már kellőképpen bonyolult. Nem kell inkább egy okos telefon? Ah, az csodás lenne. Jöjjön. A szobám. Mit is mondhatnék? Diego szülei tényleg imádták a kávét. Ha jól értettem, már nem élnek. Már nem. Évekkel ezelőtt meghaltak. Már csak mi vagyunk a Valdes családból. Nagyon sajnálom. De az emlékük itt él a szívünkben. Hol a telefon? Ó, ez csodás. Vagy jobb lenne egy számítógép? Diego! Diego, kérlek, ne nézz levegőnek! Éveken át nem hallok rólad. Aztán egyszerre csak megjelensz itt. Sajnálom. Hiba volt, hogy csak úgy eltűntem. Nem tudom, hogy mi történt veled. De azt képzelted, hogy visszajössz, és megint minden olyan lesz, mint régen? Már tovább léptem. Róla van szó. A kávésnőről. Zoe-nak hívják. És nem csak a szüretelésnél segít, hanem megismerteti a kávémat a világgal. Ó, oh, Mr. Gubbs. Hogy tetszik? A neve marokkói fiú. Az idei menő bőrszín. Még nem hallottam róla.
Merre van most? A Star Creamnél fontos az állandó kapcsolattartás. Tudom, elnézést, a semmi közepén vagyok, de megtaláltam azt, amit kerestünk. Van egy remek történetünk. Az ültetvény organikus, természetes és legendás. A legjobb minőségű kávét készít a fantom a csészéig. Mit mondott? Ismételje meg, hogy is volt? A fantól a csészéig? Szenték, ez brilliáns! Mennyit szállítanak? Nézze, nagyon környezettudatosak. Azt akarják, hogy akik a kávéjukból vesznek, becsüljék is meg. Ezért most segítek nekik befejezni a szüretet. Tökéletes hozzáállás! Zoe, maga zseniális! Köszönöm, uram. Mindenki imádja majd a fahéjakét. Ez lesz, ami Eldorádó. Jut eszembe, uram. Csak nem a laborja miatt aggódik. Hogy találta ki? Nem felejtettem el, csak tegyesínre az ügyet. Minél előbb, azonnal kell nekem az a kávébab. Vége, Gabs. Uram. Rendben. Akkor rajta. Egek, ezzel sosem fogok végezni. Igen, imádom a vidéket. A természet maga a csoda. Ne így várjon. Csuklóból kell. Figyeljen. A csukló technikám legendás. Mérget vennék rá. Akarja, hogy megtanítsam? Nagyon könnyű. Nézze, így kell. Megmarkol egy fürt kávébabot. Megtekeri. Lefejti őket a hüvelyk ujjával. Így. És kész. Azt hiszem, el kell némi segítség. Jó. Remek. Ott, azt az ágat próbálja meg. Oh, de aranyos, egy kis béka. Oh. Azt hiszem, kedveli magát. Ne! Mi van? Egek, mi van? Ez a valami nem volt nagyobb, mint a kis ujjam. Ne aggódjon. Ennek a valaminek olyan mérgező a bőre, hogy 10 embert is megölne. Mi? Miért nem mondta nekem, hogy ez mérgező? És ha meghalok? Talán... Elfelejtettem. Elfelejtetted, ez őrültség volt, Olivia. Ezt szeretted bennem. Ha. Gyerünk! Tűnj el innen! Miért csináltad ezt? Peabody! Várj meg, Peabody! Ne! Peabody, várj! Gyere ide! Nagyon sajnálom, Jorge! Oda veszhet a legjobb barátom! Na, ebből elég. Maga, hagyja abba a szüretet. És te? Hm? Egyáltalán mit keresel te itt? Tedd le azt a kosarat! Miért? Nekem ez igazán jól megy. Jól van, nem szüretelek, de azért pörkölhetek. Maga, most előbb megtanulja a hántolást. Jöjjön, kövessen. Közd a kedvességét. Engem készül megölni? Mi? Csak megmutatom a gyümölcshús hántolót. Tudja, nagyon bánt ez a dolog Peaburyvel. Mi baja van Oliviának? Ha egy szamár ember mellett nő fel, visszatér. És ami Oliviát illeti, van néhány problémánk. Elnézést kérek azért, ami az imént történt. Rá se hederítsen. Térjünk inkább rá erre. Okay. Hogy is nevezte ezt gyümölcsprésnek? Gyümölcshús hántolónak. Jól van. Elnézést. A legtöbb farm gépi hántolót használ, de ez jóval igényesebb. Ennél tényleg látni lehet, hogy melyik bab van lehántolva, és melyik nem. Érti? Figyeljen! És jobban edzésben tart, mint a fitness. Ha, remek! Jól van, és mikor leszek képes pörkölni? Ha ezzel kész. Lásson hozzá. Mi lesz már? Miért nem kondíztam többet? Mit képzelsz? Nyílméreg béka!
Nem vagy normális, Olivia. Nem bízom benne, Diego. Nem bízol? Nem hiszem el. Meg akartad ölni. Ugyan már. Nem kell eltúlozni. Tia Juanitának biztos van ellenszere. Mellesleg, ez a természetes kiválasztódás. De most komolyan. Nem tetszik valami. Mondd csak, mi van kettőtök között? Hogy tehetsz ilyet, Diego, a Valdez család örököseként, hogy a Starcream-mel üzletelsz? Ismerlek, és tudom, hogy inkább porig égetnéd az egész ültetvényt. Hát, lehet, hogy már nem ismersz eléggé. Most hová mész? Legalább vigyél haza! Szóval... mi történt a motoroddal? Már nem motorozom. Ez nem meglepő. Mit akarsz ezzel mondani? Ne felejtsd el, hogy sosem szerettél szórakozni. Van, ami nem változik. Igaz. A kettőnk ízlése mindig különbözött. Látom, új kaputok van. Nem akarsz bejönni? A szüleim biztos szívesen látnának. Talán majd máskor. Persze. Szia. Hé, várj! Jó látni téged. Tudom. Minden porcikám sajog, és nem érzem a lábamat. Nekem csak a szívem sajog. A vacsora tálalva nem sokára. Pontosan mikor? Mindjárt. Jorge, gyere. Én csak ledülök ide erre, egy percre, és egy kicsit lazítok. Diego, nem lenne jó, ha összezavarodnál. Ha Olivia itt van, nem látsz tisztán. És miért bánsz ilyen keményen Zoe-val? Kiküldött dolgozni a földekre? Nem ismeri a vidéket és a veszélyeit? Megtanítom őt becsülni a kávét. És védem az örökségünket. Talán nem kéne üzletelnem a Starcream-mel. Talán Olivia visszatérése egy jelzés. Diego, kérlek, térj magadhoz! Nincs semmi szükséged Oliviára. Tia, mégis onnan tudjam, hogy bízhatok-e Zoe-ban. Oliviát ismerem. Akkor tudhatod, hogy nem bízhatsz benne. Jól van. Gondolod, hogy anyám és apám, akik életüket szentelték ennek a helynek, örülnének, ha együttműködnék egy gyorsétterem lánccal? Azt hiszem, anyád és apád is örülne, ha a saját lábadra állnál. Mindjárt kész a vacsora. Kész a vacsora! Ó, hegek. Többet kell edzenem. Aludj jól, kis tudósom.
Van csirimolyám! Peabody? Peabody? Nem, én vagyok az. Sajnos csak én vagyok az. Gondolom maga is őt keresi. Igen. Mondok valamit, ami talán egy kissé bután hangzik. De még akkor is hiányzott, ha velem volt. Nagyon sajnálom, hogy Peabody eltűnt. Nem a maga hibája, hanem Oliviáé. Csak összezavar mindent. Hogy vághattam bele egy ilyen kalandba? Nem tudom, mi volt az oka. Makacság? Elszántság. Azt hiszem, sokkal inkább elszántság. Jó, igaza van, makacs voltam. Megesküdtem rá, hogy lesz egy saját laborom. Csak bizonyítani akartam. Kinek? Magának, vagy valaki másnak? Nem tudom, miért tűrtem el mindent Carl-tól. Hazugalak. Ellopott tőlem mindent. Tudom, milyen érzés, ha ellopják a szívünket. Nem, az ötletemet lopta el. Há, az ötletét, ha már értem, ne aggódjon. Lesz majd újabb. Persze, de mostanában megrekedtem. Nézze, keményen dolgozik, és tiszta szívből. Ez olyasmi, amit Olivia sosem tett. Tehát fel a fejjel, peloloko. Maga okos, használja ki. Elnézést, Zoe. Hová tűnt mindenki? Gracias. Mehet. Buenos días. Hey! Mi ez az egész? Így megspóroljuk magunknak a cipekedést. Értem. Mit szól hozzá? Nem rossz. Jut eszembe, van még kötél a háznál? Hát persze. Mutassa meg. Ezt nézze meg. Mondja, mire készül? Nyugalom. Hé, óvatosan, ez egy öreg létra. Még egy kicsit feljebb. Jól van. Ez az. Na kérem. Oh! Hé. Köszönöm. Örömömre. Szolgált? Jól van. Rendben. Így. Nem rossz, mi? Nem kell hozzá több energia, csak a nagyapja hántolóját működteti, és... Közben a munkások össze is takaríthatnak. Menjünk. Ez jó. Tehát leszedtük, lehántoltuk, megmostuk, és megszárítjuk. Megszárítjuk? És mikor pörkölhetem meg végre? Hé, idejében, megígérem. Jobb volt odalent a pajtában, a ventilátorral. Néhány ültetvényen gépi szárítót használnak. De nincs is annál jobb, mint a gyönyörű kolumbiai nap. Igaz? Jól van. Tessék, próbálja meg. Köszönöm. Igen. Gere, bízzon. Nem csoda, hogy olyan szálkás. Vagyis külső szemlélőként nézve a bicepsze csúcsformában van. Jól van, csak folytassa a gerebézést. Egy pillanat. Elnézést. Egy.
gyorsabb lesz. Vajon hogy csinálja ezt? Mit? Ezt. Ahogy vág az esze. Hát, mindig is élveztem a probléma megoldást, a kreativitást. De a nagy ötletek már rég elhagytak. Na és mi volt az utolsó? Várjunk. Kitaláltam egy glónatot. A micsodát? Az egy színes croissant fánk. Értem, ez... ez tényleg nagyon jól hangzik. Igen. Mindenki imádja. Tudja mit? Szerintem neki láthat pörkölni. Na, végre! Igen. Ó, finom hűvös van ide bent. Nem sokáig. Igen. Na ne, nem pörkölheti meg azt a sok kávét ezen a kis vacakon. Nem is, igazából főleg a gépeket használjuk. Az apám megtanította tökéletes pörkölésre a tűz felett. Ő is az apjától tanulta. Mielőtt elhunyt volna, nagyon sokszor álltunk itt. Együtt, egymás mellett. És megtanított a tökéletes pörkölésre. Megteszek mindent, amit tudok. Helyes. Csak egy csipetnyi kávét tegyem bele, jó? Egy csipetnyit? Egy zsáknyihoz képest csak úgy három kanálnyit. Keverje a szemeket, amíg meg nem hallja, hogy pattognak, mint a popcorn. Ami szintén Kolumbiából származik. Nem mondja. De, hey, lehet, hogy a Star Cream megalkotja a popcorn cappuccinót. Ó, ugyan csodás. Már. Nem, komolyan mondtam. Ez nem igaz. Nem, persze, hogy nem. Jól van. Gondolom, Olivia ma nem bukkan fel itt. Nem tudom. Biztosan hiányzott. Tudja, a távolléte sok problémát okozott. Egyesíteni akartuk a birtokainkat. Na, jól van. Folytassa a keverést, amíg a szemek olyan színűvé nem válnak, mint a föld eső után. Jó? Olyan színűvé, mint a föld eső után? És ez mennyi... Hé, hey, most hová megy? Hozok még egy kis kávét. Oh. Mama tia, de jó látni téged. Hogy vagy? Diego itthon van? Ne szólíts mama tiának. Összetörted a fiú szívét, és nekem kellett összeragasztanom. Azért jöttem, hogy jóvá tegyem. Nem tudom, hogy hol van. Szóval nem tudod, hogy hol van. Megengeded, hogy bemenjek? Nem. Olyan színű, mint a föld eső után. Mint a föld eső után. Ez az? Nem. Talán. Azt hiszem. Ne, pedig már megvolt az ideális sötét szín, a kellő mennyiségű olaj. Maga, most mi van? Azért jött, hogy megint megmérgezzen egy kis békával? Nem, a bocsánatot kérem. Oh. Tessék, nedves kendőt? Nem, köszönöm, jól vagyok. Csodás időket éltem meg itt. Felhevültünk a tűznél. Le kell húzni a serpenyőt, amint elkezd pattogni. Igen, tudom. Hát persze, hiszen magad tudós. Így igaz, az vagyok. És mivel foglalkozik?
meggyógyítja a rákot, vagy űrhajókat tervez, vagy ízeket. Én aromákat tervezek. Nagyra értékelem, hogy sürgős teendői között szakított rá időt, hogy megtanítson, hogyan kell megsütni a szemeket. Pörkölni, megpörkölni. Igen, egy serpenyőben. Ha nem tudná, most épp az én kávémmal pepecsel. Valóban. Én viszont úgy tudom, hogy ez Diego kávéja. Az ő kávéjával pepecselek. Egész nap. Hoppá! Úristen! Mennem kell. Mi a fene ütött magába? Jöjjön, segítsen eloltani! Majd maga megoldja. Elvégre tudós ember, nem? Ezt nem hiszem el! Hé, hey, mi van itt? Hát... Figyeljen csak! Igazából nem is akarom tudni. Mert mi ketten ma kiruccanunk egyet. Ránk fér egy kis lazítás. Zoe, elkészült? Igen, persze, megyek. Zoe! Igen? Hűha! Ez igen. Hoppá! Ott egy lépcső. Igen, tudom. Igazán. Csodásan fest. Remekül fest. Csodásan. És remekül. Na, érdekli az igazi Kolumbia? És uraim, a Tehó király visszatért! Diego! Jó, hogy újra itt vagy. Hiányoztál. Tessék! Kóstolja meg. Ez a Diego löket. Ó, igen. Egészség. Egészség. Kóstoljon bele a törköly párlatunkba, aztán majd mesélek róla. Fenékig. Fenékig. Ez a... Akkor most jöhet egy kis teó? Bármikor. Gyerünk, menjünk. Hé, jöjjön be. A mindenit. Jöjjön ide. Mutatni akarok valamit. Hoztam a söröket. De meg tessék. Választhatom ezt? Igen, hát persze. Köszönöm. Salud. Salud. Na, ezt figyelje. Fogja be a fülét. Mi volt ez? Fantasztikus. Mi volt ez? Most maga jön. Rendben. Jól van. Ezt adja ide. Találja el a fémgyűrűt, jó? Rendben. Ó, semmi baj, semmi baj. Ismer engem. Sosem adom fel. Helyes. Ez az! Helyen! A te ez relax szórakozás! És királyné! Helyen! Ez így! Jaj, nagyon tetszik ez a hely. Ugye jó volt? Igen.
Ide hoztad a mi helyünkre. Már megbocsáss, a mi helyünk. Hiszen ez az egyetlen bár a városban. Tudta, hogy ő is itt lesz ma este? Mi? Nem, nem. Persze, hogy nem. Gondoltam, olyan keményen dolgozott, hogy jár egy kis lazítás. Mert én egy laza srác vagyok. Igen. Akarsz egy jót szórakozni? Jöjjön, tudóskám, csak magam. Laza srác. Kezdődjék a tehó! Hé, biztonságos ez? Fél egy kis veszélytől? Dehogy. Mindenki, figyelem! Időt kérek. Igen! Ez egy baseball dobás. Ne hagyd cserben! Minden bele! A győztes! Minden kétség nélkül Olivia! Az este királynője! Tudtam, hogy tud táncolni. Minden kolumbiai tud. Na jó. Anyám tanított meg. Ez olyan aranyos. Diego, igen? Ne felejtsd a hagyományt. Szerintem jó lesz. Azt hittem, utálni fogja a szüretet. De tényleg beleadta még a szívét is. Hát tudja, igazából boldog vagyok, hogy rávett. A sok labormunka után rám fért egy kis változatosság. De abban is bíztam, hogy majd hozzásegít egy új ötlethez. Amilyen a glunat? Pontosan. Engem is eljegyeztek. De Karl nélkülem hozta létre a glunat birodalmat. Láttam a munkáját, Zoe. A következő jó ötlet is meg lesz. Hé, még sosem láttam egy tudóst így dolgozni. A földeken. Az a helyzet, hogy először meg akartam lépni innen. De nagyon hálás vagyok mindenért, amit megmutatott nekem. Úgy érzem, egy nagyon jó kávét hozunk össze mi ketten. De most őszintén, ízleni fog az amerikaiaknak? Igen, persze. Szeretik az új ízeket. Hey, támadt egy ötletem. Jöjjön! Ezt elteszem! Helyes! Buenas noches! Innen gyalog megyünk. Nincs túl messze. Mutassa az utat. Rendben. Örülök, hogy ilyen oldottnak látom. Ugyanezt akartam mondani. Vigyázzon. Egek. Ez gyönyörű. Tudom, hogy már csak néhány napig van itt. És nem akarom bonyolítani az életét. De... Gyere ide! Te jó ég! Te jó ég! Így is lehet üzletet kötni. Mégis mi a felét keresel itt, Olivia? Győztem ma este, ezért eljöttem a díjamért. Akkor most elmenjek? Ne.
Ha valakinek mennie kell, akkor az ő. Takarodj az ágyamból, de rögtön! Diego, Diego, kérlek! Higgadj le! Hiányzol. És rájöttem, hogy mi egymáshoz tartozunk. Évekig kizárólag rólad szólt minden. De megcsaltál és elmentél. Most olyan valakire van szükségem, akiben bízhatok. Azt hittem, megbeszélhetjük. Na igen, persze. Későre jár, és nagyon sötét van odakint. Nem vinnél haza? Tiéd lehet a másik vendégszoba. Jól van. Rendben. Úgy is itt fogok élni. Figyelj, Zoe, nagyon sajnálom. Nem, én sajnálom. Nem, ugyan. Neked nincsen mit sajnálnod. Hát, már későre jár. Zoe, nagyon jó voltam ma este. Nekem is. Mi a fenét csinálok? Ó, mintha a másnaposságom másnapos lenne. Hajrá! Ma reggel szedtem néhányat a kedvenc gyümölcséből. Köszönöm, de most egy falat sem megy le a torkomon. Használhatom a számítógépét? Hát persze. Hát persze. Íme a Star Cream királynője. Mizu is, hölgyek? Uram, beszélnünk kell. Ezt hallgassa meg. Fahéja ki, az íze oly mély. Szerezz egyet, szürcsölt ki. Csak tiéd az Insta Fincsi. Insta Fincsi? Az ital védjegye. Képzelje, még nem védte le senki. Uram, ezt a kávét nem használhatjuk fel hozzá. Bocs, mit mond? A kávétermelő, akié az ültetvény, csak azért adja el nekünk, mert azt hiszi, hogy ízesítés nélkül adjuk el. Ezek kézzel szedett, kézzel szárított, sőt, kézzel pörkölt kávészemek. Egyszerűen tökéletesek. És nem akarja, hogy ezt a csúcsaromát agyonnyomja a mi kémcsöves ízesítésünk. Jó, de ez az ízesítés, ez lenne az év aromája. Igen, uram, tudom, de egyet kell értenem vele. Ezt nem használhatjuk fel a fahéjakéhez. Talán kereshetnénk egy másik alapanyagot. Visszamegyek Medellínbe, hogy találjak valamit, amit ízesíthetünk. Szó sem lehet róla. Jövő héten kezdünk. Már elkészült hozzá a reklámanyag is. Aj, nem, itt tettem. Mi van, ha nem kapom meg ezt a kávét a fahéjakéhez? Akkor ki van rúgva? Zoe! Szia! El kell mondanom valamit. Kezdte. Rendben. Szeretnék még egyszer bocsánatot kérni a tegnap estiekért. És elmondani, hogy hiányozni fogsz. Nem tudom, mit hoz majd a jövő. Csak azt, hogy nem leszel itt. De bármi is történik, örülök, hogy találkoztunk. És őszintén remélem, hogy majd találunk megoldást. Én is őszintén remélem, hogy majd találunk megoldást. Nagyon, nagyon remélem. És te mit akartál mondani nekem? Hogy ma tökéletesre fogom pörkölni a kávét. Ki?
Nem mondom el. Ez tökéletes. A földszíne eső után. Diego! Jorge! Peabody! Majd megszakadt érted a szívünk, tudod te ezt? Ismerek valakit, aki nagyon-nagyon fog örülni neked. Katura! Jorge! Rohanok? Hol az a csibész? Ó, Peabody, jó kicsikém! Annyira hiányoztál, hiányzott a farod, szépségem, kicsikém. Az meg mi? Tökéletesre pörköltem a kávét. Maga? Hadd lássam. Tökéletes. Gratulálok. Köszönöm. Tudja, hogy ki lesz büszke magára? Diego. Igen. Nem tudja, hogy hol van? De, ott. Köszönöm. Viszlát! Viszlát! Diego! Diego! Diego, képzeld! Istenem! Ó, Istenem! Tudtam, hogy nem bízhatsz benne. Szóval, valójában ez volt a célod a kávémmal. Hogy hazudhattál nekem? Annyira sajnálom, igen. Igen, hazudtam neked. De el akartam mondani az igazat. Igazad van, nevetséges dolog felhasználni a kávédot a fahéjakéhez. Szerintem mégis meg kéne tenned. Mi? Megmenteni a farmot. Talán sikerül elérnem, hogy így árulják, ahogy van. Vagy eladhatod másnak, de ha nem, a táncoló kecske még mindig a tiéd. Tudom, hogy nem akarod, hogy kárba vesszen az a raktárnyi kávé. De így hamarosan kárba vész. Felhasználni a fahéjakéhez jó dolog. Csak azt sajnálom, hogy így kellett megtudnod. El akartam mondani neked. Mondj valamit. Kérlek, Diego, bármit. Nem kell a Star Cream, hogy megmentsem a farmot. Összeházasodunk. Újra egyben járunk. Egyesítjük majd a farmjainkat, ahogy mindig is akartuk. Diego. Ideje indulnod. Már hívtam is egy taxit. Thank you.
Zoe! Juanita, én annyira, de annyira sajnálom. Ne. Hiányozni fog. Semmi baj. Semmi baj. Jöjjön! Mr. Gubbs. El sem hiszem, hogy még mindig van vonalasa. Uram, nem jött össze az üzlet. Tudom. Nagyon-nagyon sajnálom. Ide kevés a bocsika. Most kereshetünk egy új szállítót a fahéjakéhez. Az egész reklámkampányunk mehet a szemétbe. Ki van rúgva? Majd adja vissza a belépőjét. Diego, Juanita, nézzétek! Bíbőri nem eszik. Mi történt? Nem tudom, mi jutott belé. Bíbőri! Szia! Szóval nem eszik? Nincs neki semmi baja. Azt hiszem, hogy vemhes. Micsoda? Bíbőri vemhes. Szépségem. Kicsikém, ki tette ezt veled? Na gyere, gyere szépen. Menjünk. Édes Istenem, vemhes. Fúj, előkerült a szamár. Kerüld el! Más se csinálok. Diego, ne vágj ilyen képet. Nagyon sajnálom, hogy így átvertek. Igen, én is. De ne felejtsd, előttünk a jövő. Figyelj, menjünk át a szüleimhez, és nézzük meg a farmot. Biztos nagyon örülnek majd neked. Talán szerzek egy macskát. Nem. Mekkora szamár vagyok. Nem vagyok szamár. Nem vagyok szamár. Gyümölcshús. Igen. Na, mit szólsz hozzá? Hát... A szüleid nagyon sokat öltek bele. Folytassuk a túránkat! Nézd, most már csak egyszerűen bedobjuk a kávét ezekbe a szárítókba. Ennyi az egész. Így marad időnk más dolgokra is. Más dolgokra? Igen. Milyen más dolgokra? Bármire, amit akarunk. Így már nem vagyunk helyhez kötve.
A tökéletes pörkölés. Kérlek, működj. Kérlek, működj. Olyan hallgattak vagy ma. Csak gondolkoztam. És? És úgy érzem, elkapkodjuk a dolgot. Miért mondod ezt? Olivia, nem folytathatjuk ott, ahol abba hagytuk. Dehogy is nem. Meglátod, menni fog. A tervező, akiért elhagytál, dobott? Mondjuk inkább úgy, a kedvenc keveréke túlvilágos volt. Értem. Szóval ezek szerint, ha nincs ló, a szamár is jó. Hát ez a baj. Mi lesz az esküvővel? És mi lesz az ültetvénnyel? Úgy döntöttem, hogy eladom a Star Creamnek. A fahéjakéhez? Nem fogsz tudni a tükörbe nézni. Arra használják a kávét, amire csak akarják, nem érdekel. Majd ültetek másikat. Szóval mégis feláldozod a híres Valdez büszkeséget a pénzért? Sosem fogod megérteni. Ez nem igaz. Ez a Jon Snow utolérhetetlen. Tia, szólíts Sirit a mobilodon. Kéne a géped, repülőjegyet akarok szkennelni. Mi? Hisz azt sem tudod, eszik-e vagy issza. Tia, ahogy mondtad, minden ember hibázik. Én hagytam, hogy Zoe elmenjen. Igen. Jól van, tehát? Az a gomb ott. Ez az? Nem, a másik. Jó, rendben. Mellesleg hol van Olivia? Lángokban áll a raktár, gyere! Mi? Várj! A kávénk! A franc! Sajnálom. Sajnálom, Tia. Uram Isten! Gondolom, így nem tudod majd eladni a Star Creamnek. Olivia, mondd, mit tettél? Semmit. Hidd el, nagyon bánt az egész. Szívesen segítek, amiben csak lehet. Figyelj, szerintem még mindig megmenthetem a farmot. Emlékszel még? Te adtad nekem. Persze, hogy emlékszem. Odaadhatod. Majd a cellatársadnak a börtönben. Igen. Igen. Jól van. Rendben. Őrség! Adjon nekem 5 perc. Mit keres itt? Ki van rúgva, emlékszik? Van egy 1 millió dolláros ötletem, amiből egy 100 milliós ötlet is lehet. 100 milliós? Mehetnek. Jól van. Hallgatom. Kóstolja meg. Nem. Egyszer már megmérgezett egy kirúgott munkatárs, hetekig rosszul voltam. Nem, köszönöm. Többé már nem dőlök be. Higgy el, ha meg akarnám mérgezni, nem személyesen tenném. Ezt nézze! Adja ide! Gyümölcsös! Peskő! Komplex! Lenyűgöző!
Ez a legjobb kézműves szóda, amit valaha kóstoltam. Ez nem csak egy kézműves szóda, hanem egy kézműves energiaital. Tehát koffein tett be? Nem. Természetes ital. Kávécseresznyéből készült. Ezt nézte. Kiderült, hogy több koffein van a héjában, mint a kávészemben. 100%-ban természetes. Ez zseniális. Nem kell visszaadnia a belépőjét. Már holnaptól költözhet az új laborjába. Azt hiszem, ez a recept jóval többet ér, mint egy új labor. És a következő járat Medellínbe? A tökéletes. A repülőjegyed. Köszi. Csak napi egy járat van, szóval le ne késd. 2-kor száll le, és 3-kor indul Medellínbe. Rendben. Nagyon büszke vagyok rád, Diego. Tudom, az anyád is büszke lenne rád. Menj. Sok sikert. Az útlevelem. Ó, a francba. Jó újra itt lenni. Jól van. Lekéstem. Mit késtél le? Mi? Ó, nem hiszem el, hogy itt vagy. El akartam repülni, érted? Komolyan? Szakítottam Oliviával. Veled szeretnék lenni. Azért jöttem, mert hiányoztál. Elmondtam Oliviának, hogy mit érzek irántad. Felgyújtotta a készletünket. Uramisten. Igen. El akartam adni a Star Creamnek. Féltem, hogy elveszíted az állásodat. De most... el kell adnom a táncolókecskét. Nem. Mi lenne, ha kifizetném a dupláját a következő termésért? Előre. Kérlek, most ne viccelj velem. Komolyan mondtam. Eladod nekünk a kávét és a gyümölcsét is. És mi előállítjuk a világ első kézműves energiaitalát. A neve Peabody titka lesz. Szeretlek. Én is szeretlek. Mondok neked valamit. Ha bántani mered, szalámit csinálok belőled, érted? Tudom, hogy te voltál.